Hamarosan Fábián Gergely ügyvezető igazgató úr, majd Szőke Gábor Miklós szobrászművész beszédét hallhatják. Ezt követően pedig leleplezzük a mögöttem egyelőre elrejtett alkotást. Végezetül szeretettel várjuk Önöket a Pénzmúzeumban, ahol Fábián Gergely ügyvezető igazgató úr vezetésével tekinthetik meg a kiállítást. Hosszú hónapok óta dolgozunk azon, hogy egy olyan modern kiállítóteret alkossunk meg, amely egyedülálló megközelítéssel támogatja a pénzügyi kultúrát és ismeretterjesztést. A fő célunk az volt, hogy egy olyan intézmény jöjjön létre, amely két funkciót lát el. Múzeum és élménytér egyben. Ehhez, ahogy azt majd Önök is megtapasztalhatják, egy interaktív pénzvilágot, játékrendszert alakítottunk ki, amely közel 2400 négyzetméteren és 3 emeleten fut végig. A 21. századi megközelítésnek megfelelően nagy mértékben támaszkodtunk a digitális technológiára. A látogatók minden érzékszervre ható, látványos elemeken és installációkon, virtuális megoldásokon keresztül kapnak rengeteg információt. Főként a fiatalokra fókuszáltunk, a tervezés során jelszavunk a játszva tanulás volt. Ráadásul ez egy olyan múzeum, ahonnan senki nem távozik majd üres kézzel. Mindehhez pedig az egykori postapalota épülete biztosít helyszínt, ahol jelenleg is az utolsó simítások zajlanak, hogy 15-ét követően megnyithasson a több nyelven is élvezhető állandó kiállítás. Most pedig felkérem Fábián Gergely ügyvezető igazgató urat, hogy ismertesse a Jegybank, Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközponttal kapcsolatos céljait, a koncepció hátterét és a megvalósítást. Köszöntök mindenkit! Nagyon hosszú idő felkészülése és másfél év munka, másfél év kemény munka, ami mögöttünk áll és megépült. Egy igazán impozáns múzeum. Elsősorban első körbe szeretném megköszönni annak a sok kollégának, akik közvetlenül az én csapatomban dolgoztak érte, hogy ez megvalósuljon, valamint a rengeteg, több mint 100 alvállalkozónak, aki segítette abba, hogy megvalósuljon a projekt. A érdekességgel kezdeném, és tényleg igen, rövid leszek. Az ICOM, ami a Nemzetközi Múzeumok Szervezete, megpróbálta, nekilátott 2 évvel ezelőtt újra definiálni, hogy mi ez a múzeum. És nagyjából 250 javaslat után az elmúlt 2 évben mi nem jutott dülőre arra, hogy mi a múzeum fogalma. Ez talán jól mutatja azt is, hogy mennyit változott az elmúlt időszak. Mi ennek igyekszünk megfelelni. Ebben a térben több mint 200 kijelző vagy projektor lesz, 54 egyedi installáció, rengeteg, több száz négyzetméter egyedi fizikai grafika, és nyilván a 200 kijelzőn és projektoron ott vannak a digitális grafikák, kisfilmek, több mint 133 kisfilm. Egy kifejezetten aktív múzeumról beszélünk, hogy csak a számokról beszélünk, és rendkívül interaktívról is. Én erről végig el fogok beszélni, és végig fogom mutatni nagyon szívesen. Az elmúlt időszakban is több csoportot már vezettem, diákcsoportot. Ma 9 tesztcsoport ment el, több mint 170 diákkal egyébként a múzeumban, és mindenképpen ígéretes. A célközönség az 12-18 évesek. Kifejezett célunk, ami a Magyar Nemzeti Bank törvényi felhatalmazásában is benne van, a pénzügyi kultúra fejlesztése ebben a körben, viszont látjuk azt, hogy a fiatalabbakat is érdekli, és ezzel készültünk is. Valamint az idősek is nagyon jól játszottak, egy kis fun fact ilyen szempontból, hogy tegnap jött a 30 fő informatikai üzemeltető, akik az informatikát fogják nézni, átvizsgálni, és igazából neki álltak játszani, de hát, hogy annyira élvezték. Úgyhogy várom nagyon, hogy őt bemutathassam. Magának a múzeumnak ugye itt az alagútban lesz egy a szoboravatás, amiért most itt vagyunk. Azon kívül, hogy egy modern és pénzügyi tudatosságot fejlesztő múzeumról beszélünk, természetesen a történelmi gyökerei is megvannak. Ez kezdve azzal, hogy a Magyar Nemzeti Banknak van a második legnagyobb érmegyűjteménye az országban. Nyilván ezt a történelmi érmegyűjteményt bemutatjuk a múzeumban. Ezen kívül pedig az aranyhoz kapcsolódóan van rengeteg történelmi információ, és egy, ami különlegesen közel áll a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottaihoz, és
Magyar Nemzeti Bank történelméhez. Én 12,5 éve dolgozom a Magyar Nemzeti Bankban egyébként, és amikor kezdtem, már akkor az elején szembesültem ezzel. Azok a hősök, akik 44-45-ben segítettek kimenekíteni az aranyt, megakadályozták, hogy vagy a nácik, vagy a szovjetek kezére kerüljön. Egy osztrák faluban is működtették, egy 144 nemzeti bank alkalmazottról beszélünk, plusz az őrségről, illetve a családtagjaikról. Ausztriában is üzemeltették a nemzeti bankot. Ezután az amerikaiakhoz került 45 májusában az aranytartalék, itt beleértve a szemkoronát is, ami 46. augusztus elején, augusztus 2-án, augusztus 1-én adtak vissza. És ez az aranytartalék képezte az új valitát, a forintot, amit most is használunk. És emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy ez volt az időszak, amikor hiperinfláció volt, mert ez, ami megteremtette az alapot egy új gazdaságra és az újraépítésére a gazdaságnak a második világháború után. A szobor ezeknek a hősöknek, tiszteletben is ismertek hősöknek, illetve jelképezi azt is, hogy jelképezi a gazdaság dinamikáját, de Szőke Gábor Miklós tud majd többet mondani, úgyhogy meg is kérném Szőke Gábor Miklóst, hogy mondjon néhány gondolatot a szoborról és a tikájához szorosan kapcsolódva, részben a kiállítótérben, részben pedig itt az átjáróban kapott helyet egy monumentális szoboralkotás is, úgyhogy felkérném én is Szőke Gábor Miklós szobrászművészt, hogy beszéljen a Robogás című alkotásáról és az alkotás folyamatáról. Köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra is izgalmas most nagyon ez az egész pillanat, még én sem láttam a szobrot, csak letakarva. Még novemberben darúztuk le, amikor még épült az alagút, titokban itt az életbe alatt, hogy senki ne láthassa a részleteket, mert meglepetés volt, és most fog számomra is így messziről láthatóvá válni ez a munka. A Nemzeti Bank dolgozói, ahogy Fábián Gergő is említette, gyakorlatilag az életüket kockáztatva mentették ki a Nemzeti Bank aranytartalékát a 40. világháború végén, majd utána a határozott felépülésnek köszönhetően ez szinte egy az egybe visszakerült, és ami utána a forintnak lett a fedezete, és ez a szobor, ez ennek apropójából készült. Négy éve terveztem egyébként még ezt a szobrot, azóta tart a szobornak az elméletben, aztán gyakorlatban az elkészítése, és ez a szobor, ez a mozdony motivumát választottam egyébként, ahogy ezt az egészet megfogalmazom, a mozdony, mint a haladás, vagy a haladás igényének is az egyik szimbóluma. Nekem az egyik kedvenc festményem egyébként 1844-ben, 100 évvel korábban William Turnernek az Első Gőz Sebesség című képe, ahol megjelenik a mozdony, és azóta a művészet története számos helyen találkozhatunk ezzel a jelképpel vagy motivummal, például a futurizmusban is, ahol a mozgást, a sebességet, a dinamizmust részesítették előnyben a művészek. Én nekem az egyik kedvenc korszakom egyébként a futurizmus, és ennek a szobornak is, hogy a futurizmusban sok műnek a pillanatot, vagy az atmoszféráról kapták a címüket, itt a szobornak a címe az a Robogás lett, és gyakorlatilag úgy találtam ki, hogy ez a szobor, ez egy kültéri, köztéri szobor, de a szobornak egy része, egy bizonyos százalék, az bent van a múzeum belső terében. És így ezáltal nem csak egy múltbeli eseményt idéz föl, nem egy emlékmű kimondottan, hanem a mának szól, és a múzeumi térben, ami elmeséli a pénz, a Magyarország aranytartalékának visszahozatalát, onnan átjön a köztérre, és mindenkihez szól, tehát ez a múltból a jelenbe, a jövő felé tart.